A tamási Bokréta Tánc Együttes fellépése is színesítette az idei Bográcsmester Fesztivál programját. A város ismert civil szervezetének tagjai nem csak a szórakoztatásból vették ki a részüket, de a csapat másik fele a bográcsok környékén szorgoskodott. A Bográcsmester Fesztivált immár 21. alkalommal szervezték meg a városban, és idén is a résztvevők jelentős része visszatérő vendég volt az Üstök környékén. Porga Ferenc polgármester azt mondta, az idei azért különleges a rendezvény sorozat történetében, mert külön küldetése van, az, hogy újra összehozza a város lakókat. Nagyon jó ismét látni az ismerős csapatokat, arcokat, személyeket. Hát jó néhány olyan emberrel találkoztam, akivel több hónapja nem például. És örülök neki, hogy nem csak tamásiak, hanem tamási környéki településekről is ismét érkeztek csapatok, és ez is fontos nekünk. A szórakoztató programok mellett a kulturális központban megnyílt az a kiállítás, melynek megtekintése során a látogatók képet kaphatnak tamási értékeiről. Cink Judit, az Értéktárbizottság vezetője a megnyitójában azt mondta, amennyire fontos az ország számára a herendi porcelán, annyira fontos a helyieknek a pörköltcukor, vagy a Hungarikumdíj kapujában lévő dámszarvas. Minden alkalmat megragadunk arra a rendezvényeket is, de az elmúlt években kimondottan szisztematikusan figyelmet helyeztünk erre, tehát például a festészet napján ezt adtuk meg témának, vagy fotópályázatunk kapcsán is ezt adtuk témának. Tehát tulajdonképpen sok-sok anyag készült, ami mind azt a célt szolgálja, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, hogy mi az, amire mi büszkék lehetünk. Az idei Bográcsmester Fesztiválon 20-nál több csapat tagjai vállalkoztak arra, hogy incsiklandó étkeket készítsenek. A zsűri egy olyan csapat teljesítményét ítélte a legjobbnak, ahol tejfölös bárány paprikás készült kaprosnok edlivel.